Mindenkit üdvözlök, én Merza Gábor vagyok, a 22. országos diáktípsz tanulnak a főigazgatója, a főszervezője és nem tudom milyen. Tavaly én szerveztem a kis munkát. Ez 108 nevezés, 109 nevezés érkezett be, mert az összes film is megjött. Ezek egy ünnepélyes pillanatok, elmondom a programot. Ma ugye vetítünk, egy órás szünetek lesznek, és a vetítés végén megnyitjuk a Szent László gimnáziumnak a tanulói fotókiállítását, majd utána ez egy rövid kis ceremónia lesz, körülbelül olyan rövid, mint ami most én mondok, és utána pedig konzultáció lesz a zsűrivel, az aznap látott filmmel, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, de hát inkább a zsűrivel vagyunk kíváncsiak, mert ők a szakemberek. Ha már itt tartunk a zsűrinél, akkor Nyakú Júlia színművész, Konsztelés filmrendező, arról híres, hogy 5 évvel ezelőtt egyetett a fődiát, itt a diákrészen. 10 volt. 10 volt a filmrendező, most nemrég végzett, és hát ő is volt a film diák, ő is volt diák, és itt nevezett, és nagyon tehetségesnek bizonyult. Kovács Gábor újságíró, Markocsi Pandrás operatőr, és Szita Miklós, Balázs Gyula díjas producer. Én úgy érzem, hogy itt a szakmai zsűri elég nagy spektrumot fed le, hogy itt minden szempontból lehet majd a filmekről beszélni. Jó, és őt nevezte ki elnöknek. A zsűri Szita Miklós producer nevezte ki elnöknek, hát ezt rögtön gondoltam, hogy ki legyen az elnök, mindig a pénzemben a főzök. És hát akkor nézzük a filmeket, szórakozottok jól. Valakinek van a problémája, van, ott vannak a munkatársaink, sokan vagyunk. Mindenki önkéntes, mindenki filmes, mint ahogy ti is azok vagytok. Köszönjük szépen a lehetőséget!